1963. november 22-én egy pénteki napon John F. Kennedy elnök Dallasba érkezett. Nyitott tetejű autóban utazott feleségével, Jackie Kennedyvel, amikor Lee Harvey Oswald lelőtte, az elnök meghalt. Háner Péter, a Rubikon Intézet főigazgatója, az MCC Rubikon történettudományi műhelyének vezetője fényképekkel színesített előadásában a merénylet körülményeiről beszélt a hallgatóságnak. Három szemtanú pontosan meg tudta mondani, honnan jöttek a lövések. Sőt, még egy következő is. Howard Brennan, építő munkás, itt nézte a elnöki kocsisort, és föltűnt neki az ötödik emeleti ablaknál egy férfi. Szólt is a feleségének, hogy akarsz látni egy titkos ügynököt, akinél fegyver van. Ő látta, hogy onnan lőnek, az ablakba pedig ott, az alsó ablakba pedig három fekete segédmunkás nézte a menetet, és ők fölkiáltottak, hogy ez nem vicc. Háner Péter hozzátette, a merénylet után röviddel el is fogták az elkövetőt. Nem sokáig maradt életben Lee Harvey Oswald, két nappal a gyilkosság után ugyanis Jack Ruby bártulajdonos megölte. A Kennedy gyilkosság után vizsgálat indult, az aktákat 75 évre titkosították. Többféle összeesküvés elmélet született, hogy valójában kik állhattak a merénylet mögött, mi lehetett a gyilkosság valódi oka. Kennedy kormányzat politikai eredményei eléggé bizonytalanok, igaz? Siker, űrkutatás megindítása, gazdaságfejlesztési törvény, békehadtest létrehozása, atomcsendegyezmény, forródót, és hát a rakétaválságot úgy, ahogy megoldotta. Ezzel szemben ott áll a disznóbőrbeli partraszállás teljes kudarca, ott áll a fegyverkezési verseny folytatása. Kennedy tudta, hogy a szovjetek nincsenek előnybe, de ezt nem tette közzé, és tovább fegyverkezett az ország. Vietnámban ezer amerikai katonai szakértő volt Kennedy, majdnem azt mondtam, hogy trónalépése, tehát elnöki választása idején. Az előadó azt is elmondta, nem volt szó arról, hogy kivonják a katonákat Vietnámból. Kérdés volt az is, hogy Kennedyt, az USA első katolikus elnökét, a kommunista Lee Harvey Oswald egymaga lőtte el-e, vagy a nagyvállalatok lobbija, esetleg a CIA-nak a mafiával szövetkezett szélsőségesei gyilkolták meg. A teóriák között felmerült, hogy Fidel Castro-nak vagy London B. Johnsonnak, az USA Kennedy utáni elnökének is köze lehetett a gyilkossághoz. Háner Péter szerint nincs rejtély, az elkövető Lee Harvey Oswald, aki előre eltervezte, hogy megöli az Egyesült Államok elnökét.